Na, sziasztok fiúk, lányok, sok szeretettel köszöntök mindenkit a Blik meggyőződ dumáig meg rovatába. Hát elég régóta csináljuk már az helyzet, és az a boldogság, hogy nagyon sokan hallgattuk és néztek minket. Ez azt jelenti, hogy talán szeretetek, amit csinálok, vagy csinálok. Igyekszem mindig közvetlen stílusban beszélgetni mindenkivel, mintha csak egy asztalnál leültünk volna. Semmi kötöttség, semmi komolyság, de volt már sírás, volt már nevetés, és volt egy csomó minden. Ezekkel dolgozunk, felülünk az érzelmi hullámvasútra, és itt vagyunk. A mai vendégem pedig különleges vendég, hiszen őt már nagyon régóta ismerem, egy színház tagjaként is volt, szerepeltem már, voltunk egy vidéki színházban, show műsorban szerepeltünk együtt, és még meg annyi dolog köt össze minket. És már nagyon vártam, hogy beszélgetessünk. Itt mosolyog, vigyorog mellettem, bizonyára tudja, hogy a titkot nem fogjuk elárulni, hogy mi a mi közös titkunk. Beszélgető vendégem, Csonka András, szevasz, Pici! Szevasz, meggyőző! Hát én tényleg olyan megtisztel, hogy itt testközelből élvezhetem a meggyőző felvételét, de tényleg köszönöm a sorszámot. Ezek szerint hallgatsz, nézed? Én téged mikor nem nézlek, mikor nem hallgatlak. Minek gondolsz, amikor látsz? Minek gondolsz, amikor látsz? Azt, hogy csak jó színész lehetnék egyszer, de talán a következő életemben. De tényleg, hát ugye lefelejtsük el, hogy egyébként egyszer, ugye, hát ahogy mondtad, egyszer léptünk színpadra, igazából dar, közös darabban, ugye ez a Plazma volt. A Plazma játék, Garaci László. Garaci László, Plazma játék, Garaci László. És Fehérváron, Székesfehérváron. Tehát már kvázi már Dr. Csonkának is lehet hívni, hiszen mindent tudsz mindenről. Miért ne ígyunk kólát, miért ígyunk kólát, miért ígyunk, miért ígyunk, tudom, de miért látunk kólát. Miért ígyunk szalócvizet, és miért te egy köztudottan körismerte a legsúlyosabb hipohonder. Nem, várjál, bocsánat, azért javítanék, tehát a hipohonderségnek van többféle válfaja. Van, aki annyira fél, hogy nem megy el orvoshoz, és van, aki annyira fél, hogy elmegy orvoshoz. Ugye én a kettő között vagyok, tehát én nem állok reggel a tükörnél, hogy mindenképpen találjak valamilyen daganatot a gyakamban, tehát nem erről van szó, hanem hogyha beszélgetek veled most, és én elkezdenék érezni egy tünetet, ami az állattól eltérő állapot, akkor én már sajnos nem annyira rád figyelnék, hanem azon gondolkodnék, hogy ki tudnék a beszélgetés után azonnal felhívni, mert én ember, tehát orvos, akihez el tudok menni, én aznap kell elmennem. Tehát én a tüneteket nem bírom elviselni, odafigyelek magamra, és én azt kérem a világtól, hogy legyen mindenki egy kicsit hipohonder, menjen el szűrővizsgálatokra, tegye meg mindent azért, hogy ne legyen beteg, persze ettől még lehet beteg, de az hipohondriám ebben kimerült, tehát én a tünetekkel nem bírok, hadilában állok. Mi lett a Covid-dal, hogy elkaptad, nem kaptad ott? Tényleg? Egy ilyen embernek az egy vér. De ezt mondja mindenki, azt gondolták, hogy én most nem. De azt gondolták, hogy én tényleg bezárkózom a spejzbe, és onnan fogok kikukucskálni, amíg a vírus tart, hogy úristen, rettegésben élek, és hogy mi lesz. Nem. Mert ugye az a történet, hogy a pszichológia dolognak az, hogy én hipohonderülök, az igaz, de hogyha mindenki már bocsánat szarban van, akkor attól én bátrabb vagyok. Tehát nem csak én kell nem csak nekem kell megküzdeni valamit, hanem az egész világnak. Na hát ettől egy kicsit bátrabb lettem, úgyhogy igazából a hipohondria itt nem játszott szerepet, de a COVID az ősszel, a második, nem tudom, anyadik hullám volt, akkor ért el, de lightosan ment át a dolog. Neked nincs stressz az életedben. Neked megvan. Nekem van. De van, ott van a műsor, a reggeli műsor. Nem azért. Ott van a reggeli műsor, a színházak végül is. Csók király most volt meg. Ez a Csók király koncert. De ez neked nem stressz, de mert nem, hobbi, de szeretett csinálni. Én imádom csinálni egyébként, de azért stressz. Neked. Szóval nem tudom, annyira, azt a részt nem is van az életednek, hogy te hogy lépsz színpadra, de mondjuk én sajnos, hogy haladunk előre az időben, eddig sem voltam kevés izgulós, de ez elég sok. Tehát nekem ez stresszben tényleg úgy érzem, hogy sok. De hát ez van, ezzel meg kell barátkozni. Bodrogi Gyula mondta egyébként, hogy aki nem izgul egy fellépésre, az hagyja abba a szakmát. Én is izgulok, én is, hogy... Te jobban le tudod küzdeni magad. Nem, abban a pillanatban, hogy belépek a színpadon, már ez megszűnt. Hát igen, jó, akkor igen. Nagyon sok mindent csinálsz, és iszajat, hogy milyen szinten... Hát nem, azt nem mondom, hogy túlélő, mert most nem akarok félreért megmenteni, de vannak a művészszínházak, ahol én sem tartozom, vannak azok a színházak, ahol mennyire a drámákat vannak, ahol mennek a komédiák, vannak, akik egykor egy sorozatba jöttek ki, vannak, akikre felaggattak bármit, de nekem most mégis az egyik legkedvesebb karaktered szerintem a Nagyi, amit csinálsz, nem? Tehát a TikTokra gondolsz, a videóra. Igen, hogy te is elmerülsz, hogy nagyon mindent csinálsz, és azt mondta, hogy menjünk a TikTokra is. Igen, de figyelj ide, amit mondasz, az igaz, tehát hogy nyilván be vagyunk kategorizálva színészként, tehát hogy kit hova és merre, meddig, mondjuk ezzel lehet egyetérteni, vagy lehet nem. De hát én ezt azt szoktam mondani, hogy azért nekem, én megnehezítettem a saját dolgomat annak idején azzal, hogy egyrészt szappanoperával kezdtem, ugye a Famila Kft. De nem kéne, hogy tudom, csak mondom, utána a poplemezek, hát aztán végképp, zárójelben ugye a Ding Dong, hát, amit imád
erről majd muszáj műsorvezetés, tehát igen. Tehát ezek mind gyengítenek, tudod, a szakma bizonyos szemében, de nem érdekel, mert ez legalább megtörtént, és ennek sokkal, nagyon sokat köszönhetek. A TikTok az lehet, hogy nem az én terepem alapvetően, mert lehet, hogy fiatalabbak vannak főleg fönn, de én azt gondoltam, hogy ennyi idős koromban, de most ennyi idős koromban. A sztárok, hollywoodi sztárok TikTokoznak folyamatosan. Egyébként igen, de nálunk próbáltak ezt. Te egy karakter, az nem a saját. Igen. Tehát abszolút, tovább akarok lépni, a lényeg az, hogy egyébként ott is figyelj ide, egy olyan terepen, ahol tényleg vannak olyan fiatalok, akik a TikTokról ismernek. Most ettől lehet szomorúnak lenni, de ez van. Tehát nem mindenki jár színházba, és nem mindenki néz tévé, és vele a fiatalok nem néznek tévét. Tehát 140 ezer követő van ott, és hát tulajdonképpen igen, ezek a szájszikronok. Hát ezek, de én imádom ezeket, tehát ez egy feladat volt számomra, szerettem volna a social médiában egy kicsit jobban elmerülni, és amik főleg a pandémia alatt, amikor ugye nem volt körülöttünk semmi, akkor ugye élőztem a Facebookon, Csonk karantén címmel, csináltam a Csonka család csodáit, Csonk kicsin, Csonk kamera, Csonkarantét, tehát minden ilyen hülyeségeket találtam meg a TikTok videókat, és ez erre rákaptak, és félre. De te is rákaptál, mert ez egy függőség. De igen, abszolút, a telefontól függő vagyok, de egyébként azt szeretném mondani, hogy bennem is voltak kérdőjelek, hogy ez lehet, meddig lehet elmenni ebben a dologban, mert ez elég obszén videók többnyire, tehát nyilvánvezetét tekintve. És akkor a privát Facebook oldalamon ugye a kollégáim vannak. Meg a barátaim. Hát és akkor ott ugye, mit tudom én, tényleg a Szirtesági, Pálmai Anna, Bánsági Ildikó, tehát akiket én nagyon istenítek és tisztelek, írták, hogy ne hagyd abba, ezt neked csinálnod. Érted, nekem ők egyébként szerintem a kontroll. Tehát ez egy vicc, ez egy játék. Fogjuk fel a játéknak, fogjuk fel egy szerepnek. Hát miért kaphatnánk egy... amit te játszol, mégis van, mert az se egy teljesen normális karakter. Persze. Nem, egyetértek. Nem, csak hogy te mennyire haladsz, én például nem. Nem haladok ezzel a dologgal, mert lehet, hogy én nem tudok egy Insta live-ot, majd utána taníts meg, hogy kell csinálni, mert nem tudok egy Insta live-ot megcsinálni, nem tudok semmi. Nem is érdekel annyira, vagy nem tudom. Lehet, nem tudom, hogy érdekel-e, de minden esetben a social-ban nagyon sok minden kiderül. Olyan dolgok is kiderül, hogy hetekkel ezelőtt megint volt egy buri, ahol rengeteg csaj volt, ismert hírességek, és ugye valakinek a kezébe teszik a papírt, valaki kívülről tudja a Ding Dong szövegét, de ott elénekelték, ez mi volt, ez a party? Láttam. Igen, a Kenta. Kenta, a születésnapja. Igen. És akkor ez volt a meglepetés, mert mondtam a előző bulin, amikor persze csak a dalal részt tudták, semmit nem tudtak a szövegből. Mondom, gyerekek, hát azért tiszteljük meg ezt a dalt, azon, hogy tanuljátok meg a szöveget. És akkor a Póka Júli, ugye a Kenta feleségét meglepetésből kinyomtatta, mindenkinek kiosztotta, és akkor el kellett énekelni. Igen. Na jó, mindegy, szóval egyébként... Teljesen szívességgel vállalom, tehát én ezt... De miért is? Tehát figyelj, úgy azt hiszem, hogy neked semmilyen nem kell. Hát magyarázkodom, látod, mert... De nem kell. Hát figyelj, van egy olyan, hogy egy kicsit szomorú sztori, röviden elmondom, egy művészszínházbeli kollégám, akivel nagyon jobban voltam, ő jelezte annak én felém, hogy ezeket a akár a tévéseket, és a tévéket nyitottam, ott voltak olyan sorozat, hogy mondta, hogy ezt miért csinálod? Te nem ez vagy, te más vagy, stb. Mondom, figyelj, nekem ez tök jó, szeretem, stb. Megcsinálom, vagy ugyanez a színész, megmondom, pénzt keresek vele, ugyanez a színész, a büfél számláját nem tudtak kifizetni a színházban, és tőlem kér kölcsön, mint a 3 hónapban később vágod. És azt mondom, most akkor mi van? Mi a helyzet? De hogy ez az egyik rész. A másik az, hogy én is sokkal inkább már a könnyedebb műfaj felé mentem el. Az más kérdés, hogy amikor stollal van a színházban, az a József Rózsa, és te jársz színházban, tehát teljesen tájékozott, hogy... Tehát ez is, és az is. Igen. Tehát ezt mondta a színetár egyébként nekünk a főiskolán, hogy azt szeretné, hogy lenne egy olyan címerünk, amiben csak annyi van egy zöld mezőben, is. Ez is, és az is. Nincs csak ez, meg csak az. És minden kóstolhatnál bele ebbe, ha jól érzed magad benne, és tehetséges vagy benne, és akkor csinálod a feladatodat. Miért kell valakinek egy utat járni csak az egész életében? Nem, tehát lehet, hogy ez most ez van. Most a mindegy is, az eszefekkel nem akarod a környéken, és rengeteg... Szóval minden csak szétszakadt a szakma, itt a művészszínházi szakma és az a szakma is, a könnyű műfaj is szétszakad. Még mindig inkább a könnyű műfaj jár megnézni a művészszínházakba a kollégákat, mint fordítva. Nem, azért nem. Igen? Nem teljesen így van szerintem. Tényleg? Nem is a kollégákról van szó, hanem mondjuk esetleg jó, amit nem megyünk be a politikába, de a politikusok is nagyon szeretnek bulvárszínházba járni, meg tehát olyan helyekre, ami esetleg nem a fősodor, de szóval nézzük, minőség van, tök mindegy, hogy művészszínház, vagy pedig magánszínház, bulvárszínház, független a társulat, tök mindegy. Mindannyian tudjuk, a minőségről van szó, szóval mindenhol lehet vacakelódásokat látni, és mindenhol lehet elájulatot és katarzist. Szóval én szabadúszó színész voltam mindig, erre rákényszerített a Família Kft-ben, ugye amikor elvégeztem a főiskolát, utána egy évvel fel kellett bontanom a szerződésemet, a Vidám Színpadon voltam egyébként tag, és ilyenkor van egy mentor az életedben, ami jó, szerencsés helyzet. Bodrog Gyula volt az egy mentorom abból a
szempontból, hogy én nem mertem volna felbontani a szerződésemet, hát érted, egy főiskolában egy évvel, hogy merem én. És azt mondta, hogy ez tudja, mit jelent a sorozat, ő aztán plánát tudta, és mondta, ez el kell fogadni, és bízzal benne, számítatok rá, és így volt. Minden évben játszottam ott vendégként egy jó szerepet. Tehát így aztán a szabadúszás megmaradt az életemben még mindig, szerintem most már nem is nagyon tudok másképp létezni, mert azért az ember azt érzi, nyilván te is átérzed azt, hogy a mondjuk hát te társadalmi tag vagy, de hogyha, tehát ez egy alkati dolog. Én nagyon szeretem a függetlenséget a szakmámban, és szeretem a magánéletemben is. Úgy tűnik, tehát én egy ilyen alkat vagyok, de azért amikor játszom valahol, akkor azt kell érezzem, hogy én a társulati tag vagyok. Tehát én legalább annyira kell, jól érezzem magam, mint a társulati tag lennék. Tejföldön voltunk együtt egy műsor kapcsán, mert volt a Stolnak a születésnapja. És akkor ugye ez volt az estének a himnusz, ez rengeteg szerint énekelték. Büszi király, Büszi király 40 éves lett akkor. Nem, hát de, azért szállom, mert őt megismerték Tájföldön, mert a Meseautó című film ment egy fesztiválon, és őt megismerték Tájföldi emberőt. De ráadásul a születésnap, igen, tehát egy ünnepléses volt egy... De jó buli volt. Ez egy óriás, az életemben nem felejtem el, tudnatok kell, hogy ott nagyon sok híresség volt, egy tévés műsorban Tájföldre kaptunk egy meghívást, és ott aztán kiadtuk a gőzt rendesen, és egyik este a Ding Ding Dong volt a himnusz. Szegedi szabadtéri játékokon az Apácasó lesz, ott leszünk egy hétig, ugye a három előadással, és hát újra ellátogathatok Debrecenbe. Amire egyébként utóbbi években minden évben ott voltunk, nagyon örülök, mert tényleg ott voltam, ott aludtunk, de utóbbi években minden évben a játékszínen voltunk ott, és csodálatos egyébként az a nagy erdei színpad, a szabadtéri színpad. Az egész park, ahogy megcsinálták, az elképesztően jó. Nagyon klasszak, a háttér része és az öltözők, minden. Úgyhogy most idén oda megyünk, 29-én júniusban, képzeld el, a Szőke Ciklon, ez Rejtő Jenő darabja, és azért nagyon szeretem, hogy túl van már a 120. előadáson, azt gondolom Magyarországon Rejtő Jenőt bemutatni, eddig mindig bukásra volt ítélve, akár film, akár darab, valamitől ez annyira tömény, és annyira olvasni való inkább. És Szent Abajka rendező csinált kitalált egy nagyon jó pofa keretet, amikor civil emberek kényszerülnek vele abba a helyzetbe, hogy eljátsszák ezeket a rejtő figurákat, úgyhogy... De hogy most már jelöl, vagy nyilváróba, vagy? Hogy? Civil emberek hol? Civil emberek, hát egy költöztető, a szomszéd, az apa. De hol találkoznak ők egy pont? Hát ugye a Gangon? Rejtő diktálja regényét, és akkor a hölgyeknek diktálja, annak az apja ott van, megjelenik, ott van egy költöztető. Jaj, csak nem egy helyen ember van. Egy oda-ott rakom egy lakásban, a szomszéd mögök mindig hallgatózik. Tehát és akkor így mindenkinek jutnak szerepek, több is, ugye 4-5-6 szerepet játszott a előadásban, és végig ott vagyunk a színpadon, díszletezünk, mindent csinálunk. Tehát egy tök jó vicces keret van a dolognak, és elhangzanak a legendás rejtői mondatok is, persze, szóval felismerhető a darab. Úgyhogy ezzel megyünk majd Lévai Viki, Szeregyei Béla, Pusztaszeri Kornél, Őzáron és én. Úgyhogy ez egy nagyon klassz este lesz, 6.-29. De neked se legyenek el, esik az eső, mert akkor 30-án lemegyünk újra. Figyelj, és nem akar egy új lemez kijönni? Valami? Nagyon jó a kérdés. Tulajdonképpen ma már megszűnt a lemezpiac. Tehát nincs lemez, akkor... dolgok vannak. Mennyi vettetben? Nem, hát én nem szeretnék. Mondjuk a filmekben például megvan, filmeknek mindig, a sikeres filmeknek mindig a második része. Most a Ding Dongnak is lehetne egy második része, csak hát sajnos nem... Titanicnak is van a második része. Az már egy másik dimenzió. Nem, egy dal elég lenne egy jó, igazán jó dal, de most ez a dal milyen legyen? Én simán kijönnék egy új dal. Igen, de ez milyen legyen? Olyan, ami emlékeztet erre a hatásra, vagy legyen valami teljesen egy más? Egy emlékeztet, igen, pontosan tudni kell, és ezt ennek csinálják egy ilyen spin-offját. És akkor ilyen. Ki lenne a szerző? Mert ugye hát akkor ki tud olyan hatású dalt írni, ami azért mondjuk... Szerintem egy kicsit nyilván frissíteni kell, kicsit bele kell egy kis... Hát nem is rendben valami, ezzel, igen. Jó, hogy rap is legyen benne? De valami, most nem az van, hogy van egy ének, van egy dallam, meg van egy... De mindenki rappel már, ezt nem szeretném. Fiatalok, ne csak a TikTokról is, ne csak a TikTokról ismerjenek, hanem... Ding Ding Dong azért beégtél rendesen. Beleégtél a köztudatba. De a köztudatban, minden, amit mondasz, felhasználható ellened és ellenem is, bele égtél a köztudatban. Igen, de figyelj, de hát ez most akkor azt mondom, hogy oké. Na de sokan tettek, hát Fábri Sándor évekig szórakozott ezzel az egészen, de nem baj, mert utána még megvártam a megfelelő alkalmat, és a 100. adásánál én reagáltam, és akkor annyira tetszett neki a reakcióm, hogy teljesen el volt ájulva, meghívott, elszittuk a békepipát. Jó, én a poénjait szerettem, vagy nem. Tehát amikor azt mondta egyszer, hogy hát tulajdonképpen az ember, hogyha turista, akkor nem árt, hogyha egy pár mondatot tud az adott ország nyelvén, hogy megmeneküljön bizonyos helyzetekbe, vagy túlélje bizonyos helyzeteket. Tehát mondott példát Németország, Afganisztán, akkor ott az afgán bali, Afganisztánban az lehetne a túlélő mondat, hogy Allahra esküszöm,
hogy nem az enyém a Csonka András kazetta. Mondjuk ez igazán, nekem ez tetszett. És erre fölfűztem egy csomagot, úgynevezett dalát leforítottam Afgára, fölénekeltem, nem a Lindogot. Csináltatok egy plakátot, ahol 6 csodoros asszony egy pincében, ahogy tudod, ilyen félnek, hogy leszünk, az én képemet tartják, ami életveszélyes helyzet. Tehát és akkor ezt írtam egy levelet, hogy köszönöm, hogy Afganisztánban is sztár lettem. És akkor teljesen volt ettől ragadtatva. Igen, te reagálsz folyamatosan a dolgokra. Hát, hogyha van ötlet rá, de egyébként nem feltétlenül reagálni mindenre. És remélem most is jól éreztétek magatokat, ez volt a Blik meg Győző, azaz Dumáljuk meg. Sziasztok!